és ebben a videóban erről az Esrock E3 V5 VS alaplapról lesz szó. Lássuk, mi van a dobozban. Leírás. Driver CD. Hátlap. SATA kábel. És maga az alaplap. Van rajta HD audio kivezetés, 2 darab USB 2.0, 6 darab SATA 3-as csatlakozó, egy USB 3-as előlapi kivezetés, memóriából DDR4-et eszik, 4 darabot tehetünk bele, van 2 darab PCI Express 16-szoros portunk, mindegyik 3.0-as, és van 3 darab egyszeres PCI Expressünk, melyeknek a vége nyitott. A hátlapon van 2 darab PS2-es portunk billentyűzetnek és egérnek, 4 darab USB 3-unk, gigabites LAN csatlakozónk, 2 darab USB 2.0-ánk és az audio kivezetése. Az alaplap Intel C232 chipsettel rendelkezik, melynek köszönhetően belerakhatjuk akár az i3, i5 és i7 asztali processzorokat, vagy akár a Skylake alakú Xeon processzorokat is. Köszönöm, hogy megnéztétek, Fit voltam. Thank you.